Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultrahang jövőkutató műsora, az a sorozat, amelyben azt taglaljuk, hogy milyen összeomlási lehetőségek várhatók, egyáltalán lesz-e omlás, illetve milyen megoldási javaslatai vannak erre az emberiségnek. Ma is ezzel a témával foglalkozunk, a vendégünk pedig Szalóczi Zsolt fizikus, aki itt ül velünk a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Napot kívánok, köszönöm a meghívást. Nemrég adott egy interjút a 24.hu-nak, amelyben azt fejtegette, hogy vajon megállíthatók-e azok a negatív folyamatok, amelyekről egyébként már több kollégájával beszélgetünk, többek között Stumpfbíró Balázs összeomláskutatóval, illetve Gerencsér Andrással és a Pannon Egyetem rektorával. Az a címe a cikknek, hogy az is nagyon merész feltételezés, hogy az emberiség fele életben maradhat a következő évtizedekben, és ugye elsőre mindig hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek ilyen figyelemfelkeltő bulvár címek, mindig ilyenkor megérkeznek a kommentek, hogy jaj, már megint jönnek ezzel a mind meghalunk szlogennel, de ahogy egyre több szakembert hallgatunk, kétfajta utat látok. Az egyik az, hogy tényleg nagy a baj, mert hogy a föld erőforrásait sokkal jobban kizsigereljük, mint azt elbírná egyáltalán a föld és energiahordozókból valóban hiány van. A másik oldal meg azt mondja, hogy ez valójában a hitbeli kérdés, még nagyon sok mindent lehet tenni, és hogyha nem mondanánk le arról, hogy ez már vagy nem mondanák azt, hogy ez egy megoldhatatlan helyzet lenne, akkor igenis lehet segíteni, és túl lehet élni. Ön melyik iskolát vallja? Én nem iskolát vallok, én a tényeket próbálom nézni, és a folyamatokat, és azt gondolom, hogy alapvetően három fő út van előttünk. Az egyik, ami igazából nem is tőlünk függ, hogy a természeti folyamatok úgy elszabadulnak, számunkra kedvezőtlenül, mondjuk jelentsen ez például globális éghajlatváltozást, egy jelentős átlaghőmérséklet emelkedést, amiben az élet feltételei nem csak az ember számára, hanem alapvetően a fajok többsége számára ellehetetlenülnek. Praktikusan ennek egy a mainál lényegesen nagyobb kihalási hullám lesz az eredménye. Azért mondom, hogy mainál nagyobb, mert már most is benne vagyunk a hatodik faj kihalási hullámban. Szóval ez az egyik lehetőség, amiben igazából nagyon beleszólni már nem is tudunk. A másik, amely ha ez nem következik be, vagy legalábbis nem a rövid távon, akkor az, hogy lényegében folytatjuk azt, amit most is csinálunk, ezt a féktelen gazdasági növekedést és az ezzel járó erőforrás felhasználást, és a végére érünk ezeknek az erőforrásoknak. Tehát még gyorsítunk is, hiszen magában a növekedésben benne van a gyorsítás, pont erről szól a világ, hogy állandóan gyorsítani, növelni a GDP-t, növelni a teljesítményt, és akkor lényegében fejjel megyünk a falnak, annak is egy nagyon negatív végeredménye lehet. És a harmadik út, amiben még beleszólhatunk, és azt gondolom, ez az ok és értelme, amiért erről beszélni kell, hogyha valamilyen csoda folytán bölcs belátásra ébred az emberiség, összefog, belátja, hogy ez a gazdasági növekedés már nem folytatható tovább, és elképzeli azt a jövőt, amiben az emberek, az emberiség mondjuk, hogy fenntartható módon képes lenne élni ezen a földön, a többi természeti környezettel, a fajokkal, növényekkel, állatokkal. Már ez is egy problémás, hogy elképzeljük ezt az állapotot, és ezen lehet vitatkozni, hogy ez potenciálisan hány embert jelenthet a földön. Sok tanulmány vagy nézet volt, hogy ez alapvetően nem lehetne több 500 millió embernél, vagy 1-2 milliárd embernél, de biztosan elmondható, hogy a mainál lényegesen kevesebb ember lenne képes eltartani a Föld. És ha ezt meg tudnánk valahogy fogalmazni, hogy mi lenne az az állapot, amiben fenntarthatóvá lehetne tenni az emberiség működését, életét ezen a bolygón, akkor még mindig ott lenne egy nagyon fontos feladat, hogy megtervezzük azt az utat, ahogy a mai állapotból odáig hogyan tudunk eljutni. És van egyáltalán ennyi idő, hiszen a nyilatkozatokat nézve, ugye lehetett ilyet hallani, hogy ez az utolsó normális évtizedünk, hogy már akár éveken belül is akkor a természeti problémák adódhatnak, hogy nyilván még lehet, hogy a tervezés fázisáig sem jut nekem, nem, hogy a megvalósítás. Ez sajnos elképzelhető, tehát amikor erre utalunk, akkor az első útra utalunk, hogy a természeti folyamatok lényegében kontrollálhatatlanul kicsúsznak a kezünk alól. És már, sajnos, ezek már kicsúsztak, vagy még... De ezt nyilván nem tudjuk, tehát
a legnehezebb ugye a jövőbe tekinteni, hiszen a jövőben sok bizonytalanság van, azt minden szakember elmondja, én is el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, és a komplex rendszereknek megvan az a sajátossága, hogy elég nehezen lehet megtervezni azt az utat, amit be fog járni. De hiába ismernénk, és már pedig nem is ismerjük azt a jelenlegi állapotot, amiben vagyunk, hiszen annyira komplex minden, tehát nem nagyon sok mindent tudunk, ismerünk, és napról napra, hétről hétre egyre több mindent fogunk megismerni, de a maga teljességében a valóságot nem is tudjuk megismerni. De nem pont ez a komplexitás adja a biztonságet, hogyha kidől egy-egy alkotó elem, akkor még mindig ott van számos másik támfal, amit tartja. Hát nem, ha komplex rendszerekről beszélünk, akkor nagyon sok ellenvonást lehet úgy általánosságban elmondani komplex rendszerekről. Léteznek bennük úgynevezett kvázi stabil állapotok, tehát amikor egy minimális elmozdulás abból a stabil állapotból olyan erőket indít be, amelyek visszahúzzák ebben a stabil állapotba. Ez nagyon sokáig így volt a földi klíma történetében is. Tehát az utóbbi 10 000 év az nagyjából így nézett ki, hogy volt egy ilyen kvázi stabil állapot, és valami kis kimozdulások egyébként nagyon komoly hatásokkal jártak, akár beszélhetünk a sötét középkor, nem tudom. Tehát, hogy voltak olyan periódusok, ahol csak néhány tized fokkal volt az átlag hőmérséklet alacsonyabb, és már megérezte az emberiség. De hogyha ebből a kimozdult állapotból elérnek egy bizonyos határpontot, akkor onnan relatíve gyorsan elmozdul a rendszer, és keres magának egy másik stabil állapotot. Most többé-kevésbé elmondhatjuk, hogy vagy elértük már ezt a határpontot, vagy nagyon-nagyon a közelében vagyunk a felmelegedés irányába. És nem tudjuk, hogy hol van az a következő stabil állapot, ahol a Föld magától ez a nagyon komplex rendszer mondjuk meg tudna nyugodni, meg tudna állapodni, és hogyha ez jó néhány fokkal magasabban van, akkor sajnos ott a túlélési esélyeinkre jelentősen kisebbek. Ugye azért tűnik ez érdekesnek, mert ha megnézzük itt az átlag hőmérsékletet, akkor azt látjuk, hogy hát Afrikában azért el lehet boldogulni 40-50 fokokban is, más területeken meg el lehet boldogulni -20-30 fokban is. Ugye itt az átlag hőmérséklet számít, és ilyenkor nehéz azt elképzelni, hogyha 1-2 fokkal nő az átlag hőmérséklet, akkor az valóban ilyen drasztikus változásokat okozhat. Miért? Egyrészt, mert nem csak egy adott hőmérséklet a fontos, hanem az a dinamika, amelyen keresztül ez a hőmérséklet változik. Azt tudjuk, mert viszonylag jól felmértük a múltból, hogy azok az események, ahol jelentős hőmérsékletváltozás volt a múltban, és mondjuk ne menjünk vissza, csak a legutolsó, ugye a dinoszauruszokhoz kapcsolódó kihalás, ami elvileg egy beérkező égítés becsapódása, a keletkező porfelhő és egy jelentős lehűlés eredményezett. Tehát, hogy ott volt egy nagy dinamika, és ezt a dinamikát nem bírják a természeti rendszerek. Nem tud olyan gyorsan változni, hát gondoljuk rá, az ember lehet, hogy képes lenne odébb menni, egy melegebb van, egy hidegebbre, de egy fa már nem tud odébb menni, és hát nem tudnak odébb repülni a rovarok, a bogarak, a nem tudom, kis testet. Itt komplex rendszerekről beszélünk, egymásra épülő ökoszisztémákról. És biztos, hogy nem tudnak alkalmazkodni? Nagyon ilyen primitív példát hozok, hogy ha nem öntözöm a fűszer növényeimet az erkélyen, van, hogy azok is túlélik, és hogyha utána 3-4 héttel újra valamit rájuk locsolok, akkor még inkább felélednek, és olyanok, mint régen. Jó, hát nyilván példákat lehet találni, de azért a komplex, tehát az a komplex ökoszisztéma, amely most meghatározza a benne élő fajoknak az együttélését és összedolgozását, ami nagyon erősen egymásra épül, tehát ebben azért ezt eléggé nehezen tudom elképzelni, hogy lényegében majdnem kihal mindenki, aztán hirtelen változásra mindenki újra élet. Szóval, hogy itt a sebesség nagyon fontos, és azt hagy fejezzem be, hogy a még a leggyorsabbnak tekintett földtörténeti változásokhoz képest is a jelenlegi folyamat legalább 10-szer, de inkább 100-szor gyorsabb.
Ezt nem érezzük mi minden egyes nap, hiszen számunkra tehát egy emberöltő alatti változás, azt is megérezzük, mert aki nem érzi most az utóbbi néhány évben, hogy valami változóban van, az nem tudom, hogy hol jár, de hogy földtörténeti léptékben ezek a változások nagyon gyorsak, és különösen az állatvilágnak az alkalmazkodása és a növényvilágnak az alkalmazkodása ezt nem bírja követni. Szóval még visszatérve a komplex rendszerekre, ott inkább az úgynevezett pillangó effektusról érdemes beszélni, hogy sokszor a rendszerben egy minimális perturbáció képes nagyon jelentős változásokat okozni az teljes rendszerben. És pont ez a veszély, hogy nem tudjuk, hogy mi az a látszólag kisebb jelentőségű változás, ami hatalmas változásot indukál az egész rendszerben. Mondjuk, hogy egyet említsek, a globális felmelegedés jelen pillanatban azt mondjuk, hogy 1,3 Celsius fok körül járhat egy bizonyos referenciához képest. Na, ehhez képest a sarkvidékeken ez jóval nagyobb, és már 3-4-szeresére is tehető. Tehát ott 4-5-6 fokos átlaghőmérséket emelkedés, az nagyon sok minden változást indított be már most is. Például? Például azt, hogy a földi éghajlatokat, ugye forró égöv, mérsékelt égöv, hideg égöv, nagyon fontos és meghatározó magas légköri áramlások stabilitása adja. Na most ezt a stabilitást viszont az egyenlítő és az északi és déli sark, tehát a sarkvidékek közötti nagy hőmérséklet különbség tartja fent. Plasztikusabban lehetne elmondani mondjuk egy tábla mellett, meg néhány ábra mellett, de a lényeg az, hogy mivel a sarkvidékek jóval gyorsabban melegszenek, mint a föld, az egyenlítő környéke, ezért ez a különbség, ez eltűnőben van. És lényegében ez már most destabilizálta ezeket a magas légköri áramlásokat, aminek az eredménye az, hogy olyan meghökkentő jelentő jelenségekkel tudunk találkozni, mint hogy egy időben van mondjuk Rómában havazás, és az északi sarkörön belül mondjuk 30 fokos melegben fürdenek az ottani lakosok, akiknek az egy hatalmas hőség. Tehát teljesen felborultak ezek a légköri viszonyok, és hát látjuk a következményét. Tehát a tavasszal rendkívüli fagyok jönnek, amikor már melegnek kéne lenni, és az lényegében a kibontakozó növényeket elviszi a virágzáskor egy fagy, és akkor a termések maradnak el, és nagyon sok hatása van. Ugye ezt látjuk Magyarország esetében is, hát ugye azt hallani, hogy Zala megyében már mediterrán gyümölcsöket termesztenek, és ugye a tavalyi év azért elég nehézre sikerült a gazdák szempontjából. Gondoljunk itt az asszályra, a földeken megjelenő különböző spontán tüzekre adott esetben, és egyebek. De ugye ilyenkor még hajlamosak azt gondolni, hogy jó, hát volt egy nehéz év, de majd úgyis lesz másként. Vagy hogy akkor eddig termeltünk búzát, most meg majd termelünk ananászt. De gondolom, nem ennyire egyszerű a helyzet. Hát nyilván messze nem ennyire egyszerű. Egyrészt itt nem valami rendkívüli jelenségekről van szó, hanem trendekről. Tehát az most már határozottan látszik, hogy a szélsőségek száma és gyakorisága és nagysága is növekszik. Lassan a szélsőség a normális, nem? Hát lassan a szélsőség a normális, csak ugye pont ez a szélsőség az, amihez való alkalmazkodás nagyon nehéz, mert hogy akkor ma éppen mit vigyek, esernyőt, vagy pólót, vagy nem tudom én. Jó, nem egy napon belülről beszélünk, mert gyakran egyre gyakoribb lesz ez is, hogy már a nap kezdetén se lehet látni, hogy mi lesz délután vagy este. De azért hát nézzük meg az időjárás jelzéseket. Most már egy-két hetes távolságra is állandóan felborul. Tehát egyre nehezebb előre jelezni. Ez pont a sarkvidékeken lévő állapot miatt? Hát az biztosan jelentősen bele. Tehát ez az úgynevezett jet stream, magas légköri áramlásoknak az úgynevezett hullámosodása, tehát a korábbi viszonylagos egyenletes áramlások által biztosított lényegében a különböző éghajlati területekhez igazodóan viszonylag stabil módon előre jelezhető állapotokban egy teljes felfordulást okozott. Tehát olyan szinten tud behajlani az északi sarki hideg
egész most már épp nemrég olvastam, hogy az egyenlítő vidékeig is le tud húzódni az az északi sarki hideg, és ennek persze az az eredménye, hogy egy mellette lévő melegebb terület viszont kénytelen fölhúzódni a sarkvidékekig. Tehát ha egy szélességi körön haladunk, akkor lehet, hogy Budapesten meleg van, de már nem tudom én, Párizsban rettenetesen hideg. Tehát, hogy nem az éghajlati övekhez és körökhöz kapcsolódik már az időjárás és a klíma. Ezek a folyamatok megállíthatók bárhogyan mesterséges intelligencia segítségével. Mostanában mindig ezt szoktam hallani megoldásként, hogy majd a mesterséges intelligencia kiszámolja. Hát lehet, hogy kiszámolja, de nem elég kiszámolni, mert csinálni is kéne valamit. És azt azért viszonylag nagy magabiztossággal kijelenthetjük, hogy az emberi eredetű üvegházgáz kibocsátás az okozója ennek a felmelegedésnek, tehát annak, hogy éppen most nem tartunk egy újabb hideg hullámba, egy újabb jégkorszak irányába, mert a természetes eredők és a természetes kiváltókok most éppen arra fele vinnék, de azáltal, hogy az emberi tevékenység ilyen jelentősen beleavatkozott a természeti viszonyokba, aminek egyik megjelenése az üvegházgázok kibocsátása, a másik megjelenése, hogy az üvegházgáz elnyelő rendszereknek a lényegében a rombolása, erdők írtása azért, hogy ott gabonákat vethessünk, és lényegében monokultúrás növények, a termőtalajoknak a tönkretétele, a termőtalajban tárolt szénnek a csökkenése, tehát mind együttesen az emberi tevékenység váltotta ki. Tehát ha bármit is tudunk tenni, akkor valahogy felismerve ezeket a hibákat, vissza kell fognunk magunkat. Ehhez viszont csökkentenünk kell a termelést. Hát ehhez csökkentenünk kell a termelést, át kéne alakítanunk az energia felhasználásunkat, tehát milyen tip a fosszilis energiahordozókról le kéne tudni mondanunk. Sajnos ez azért nagyon nehéz, mert lényegében az energia egyenlő termelés, tehát akkora a világ termelése, amekkora a világ energia felhasználása, legalábbis rettenetesen arányos vele. Tehát ha lemondunk az energia felhasználásról, akkor lényegében le kell mondanunk a termelés egy részéről, márpedig a termelés az életszínvonal, és akkor az életszínvonalunkról kell lemondanunk. Ugye mondhatnánk azt, hogy a zöld energia mindent megold, de például Gelencsér András fogalmazott úgy, hogy a zöld energia előállításához is energiára van szükség, vagy akár a mesterséges intelligenciához, hogy azt kiszámolja, hogy mi, hogy legyen, ahhoz is energiára van szükség. De akkor a végén mégiscsak megérkezünk oda, hogy túl sokan vagyunk ezen a földön, nem? Amivel hosszú, vagy hát ilyen közép-rövid távon nem nagyon lehet mit kezdeni. Igen, hát ez ugye egy elég tabu téma erről beszélni, hogy sokan vagyunk, mert akkor ugye felmerül, hogy kinek nem kéne lennie, ugye? Tehát az, hogy hogyan tudna csökkenni a népesség kvázi magától, ugye erre is vannak elméletek, a jólét az ugye elhozza a kevesebb gyermekvállalást, és akkor ettől egyfajta népesség csökkenés következhetne be. Csak a jólét elhozza az energiafelhasználást. Hát ez az, hogy itt az ördögi kör és a csapda, hogy a jóléthez viszont energiafelhasználás kell. Az energiafelhasználás az ma fosszilis energiát jelent, a fosszilis energia üvegházgázokat jelent. Sajnos itt én nem látok más kiutat, mint egy jelentős energiaigény csökkentés, az viszont egy jelentős lemondás nagyon sok mindenről. Ugye itt merül fel a kérdés, hogy például a saját életünkben akkor hol tudnánk csökkenteni úgy az energiát, hogy az összeadódva már tényleges eredményt érjen el, és akkor nem beszéltünk az ipari termelésről és egyebekről. Igen, nyilván lehet tekintetben fantáziálni, már hogy mindenki meg tudja találni saját maga életében, hogy mit tudna elhagyni viszonylag kis fájdalommal. Ugyanakkor, hogyha ezt nagyban akarjuk megvalósítani, akkor lényegében iparágak fölött kéne kimondani valami fajta halálos ítéletet. Tehát a luxus iparágak, ha úgy melyekre tetszik. Melyekre gondol? Nem akarok én nagyon konkrétan gondolni semmire, de nyilván például az a mérhetetlen mennyiségű utazás, amit ma az emberek végeznek a Földön, ugye, és turizmusnak hívjuk, ugye a világ minden szegletét szeretnénk bejárni, az jelen pillanatban nem nagyon megy
kőolaj és kőolaj származékok nélkül. Tehát betiltanánk mondjuk az utasszállító repülőgépeknek a 90%-át. Nyilván abból óriási felhördülés lenne, és lehet, hogy kormányok buknának bele, de tételezzük fel, hogy megtörténik. Akkor mivel lenne jobb? Hát sajnos sokkal rosszabb lenne, mert ha ezt megtesszük, akkor egy komplett iparágnak az teljes ökoszisztémája esne ki. Tehát mondjuk az összes légi utas kísérő, az összes pilóta, a repülőgép gyáraknak a munkásai, annak a beszállítói lánca veszítené el egyik napról másikra a megélhetését. És ilyenkor mindig jön a dolog, hogy jó, ezt akkor struktúráljunk át. Igen, de ha átstruktúrálunk, és ezek az emberek átmennek egy másik iparágba, és ott csinálnak bármit, akkor ugyanúgy energiafelhasználás lesz a vége. Tehát ezért kell eljutnunk oda, hogy igen, az, hogy hány ember akar életszínvonalt növelni, és mire van lehetőség, itt egy hatalmas ellentmondás áll fent. Tehát igen, a népesség egy hatalmas probléma, meg amellett hatalmas probléma, hogy milyen életszínvonalon tud az a népesség megélni. Azzal, hogy most például Kínában és Indiában is láthatóan ugye van gazdasági növekedés, termelés, és az életszínvonal is javul, a kínai nagyvárosokban mindenképp vidéken azért ez egy jó kérdés, de ugyanezt látjuk India esetében is, az például mennyire alakíthatja át még inkább, vagy mennyire gyorsíthatja fel itt a különböző szisztémáknak az átalakulását? Hát mindenki többet, szebbet és jobbat akar. Ráadásul az a méretű gazdasági fejlődés, amit ezek az országok bemutattak, ezek most már ugye politikai súlyt is jelentenek, tehát gazdasági és párhuzamosan egy politikai súlyt, és ugye kialakult egy ilyen többpólusú világ. És a többpólusú világnak a biztonsági kérdései azok sajnos rosszabbak, mint az egypólusú. Tehát bármennyire is nem jó mondjuk egy ilyen egypólusú világ, mert hogy akkor az ember egy hatalomnak van kiszolgáltatva, egy többpólusú világban sokkal több a bizonytalanság, és hát látjuk, hogy azért most ennek már következményei vannak. Egyébként nagyon érdekes, én azért elsősorban inkább biztonságpolitikával foglalkozom, de hogy ott látszik például az, hogy a demográfia mekkora szerepet játszik ezekben a konfliktusokban, hogy sok esetben úgy érzik globális játékosoknak a vezetői, hogy még most van arra lehetőség, hogy területi kérdéseket, erőforrás kérdéseket rendezzenek, mert hogy ott is aztán átalakul már akár csökken a népesség, akár nő a népesség, ez különböző országokban különbözőképpen van, és hogy ezért is van az, hogy most például háborúk zajlanak, meg háború irányába megy sok minden, mert azt látják, hogy ha valamikor, akkor ezt most lehet megtenni. De mennyire szólhatnak ezek a háborúk valójában szintén az erőforrások felhasználásáról? Én azt gondolom, hogy nagyon arról szólnak. Tehát ha azt nézzük, hogy Ukrajna a második legnagyobb gabona exportőr a világon. Tehát sok helyen termelnek gabonát, de nagyon sok helyen el is fogyasztják. Tehát kevés régió van, ahol exportálják a gabonát, már pedig Ukrajna egy hatalmas gabona exportőr. Tehát az élelmezés az egy szinte egy hatalmas kérdés az egész világon. Hát talán meglepő, engem meglepett minden esetre, amikor ezt így olvastam egy tanulmányban, hogy az élelmezéssel összefüggő energiafelhasználásunk, az a teljes energiafelhasználás egy harmada. Tehát ugye az élelmezés nem csak arról szól, hogy kimegyek és a málnapokorról lecsípem a málna szemet, hanem bizony ott nagyüzemi mezőgazdálkodásról beszélünk, a hatalmas ellátási ráncokról, amíg Ukrajnában megtermelik a gabonát, amíg onnan hajókon széthordják, amit ott feldolgozzák, aztán kiskereskedelmi terítés, hazaviszem, ott még én megfőzöm, mert azok csak félkészételek, és akkor még ott hulladék is keletkezik, és még azt is be kell gyűjteni. Egy olyan hatalmas monstrum ellátási lánc alakult ki, ami teljes energiafelhasználásunk egyharmadát elviszi, és egyébként jóval-jóval több energiát fordítunk arra, hogy megtermeljük az élelmiszert, mint amennyi energiát mi magunk az étkezéssel magunkhoz veszünk. Tehát egy hetede, egy tizede energiára van szükségünk, ahhoz képest, amennyi energiát erre fordítunk, és hogyha előbb
Jelencsé professzor úr volt említve, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szám és összefüggés, ez a bizonyos ROI, hogy mennyi energiát kell befektetni ahhoz, hogy új energiához jussunk, akkor ezeknek mind-mind pozitívnak kell lenni, és ugye a tanulmányok azt mondják, hogy a társadalom jelenlegi komplexitásához képest jó, ha 7-10-szer több energiát tudunk nyerni energiabefektetéssel, akkor tudjuk a többlet energiát arra használni, hogy ezt a komplexitást fenntartjuk. Na, ehhez képest gondoljunk bele, hogy a teljes energia egyharmada olyan új energia nyerésére van fordítva, amit végül is mi képesek vagyunk megenni és megemészteni, de csak az egy hetedét, egy tizedét. Tehát micsoda aránytalanság van itt. Ez gyakorlatilag a kényelem miatt alakul így, vagy a termelési kényszer miatt, ami miatt aztán diagramokon meg lehet mutatni, hogy ismét nőtt a GDP, ismét növekedtünk, kamatok járnak a befektetésekre és egyebek. Hát nyilván nagyon sok összefüggés van itt is. Az egyik, hogy ahhoz, hogy lokálisan legyünk képesek élelmiszer termelni magunknak, ahhoz ott az embereknek lokálisan kell dolgozni kvázi a földeken, vagy a lehető legtöbbnek. Most ma már az emberiség 2-3%-a, aki valamilyen módon létszámileg összefüggésbe hozható az élelmiszer termeléssel, vagy legalábbis a mezőgazdasági termelés részével, nem a kiskereskedelem és az elosztással. Ellenben a nagyipar és az iparosodás, ami most a GDP-nek a volumenét, a tömegét adja, az alapvetően központosodik. Városokba tömörül, régiókba tömörül, ipari vidékekre tömörül. Na most az oda betömörült lakosság, az nem tud helyben élelmiszert termelni. Ráadásul növekszik is, és akkor beindult ez a gépezet, amiről előbb beszéltem, hogy iszonyatos energiaigényesen tudjuk ennek a megnövekedett lakosságnak az élelmiszerellátását megoldani. Az ideális az lenne, hogy ahogy mondjuk az volt az ókorban és még a középkor egy részében is, hogy minden család megtermeli a maga élelmiszerét, vagy kis közösségek megtermelik és maximum a piacra elviszik, de mondjuk az, hogy idehoznak hajóval, nem tudom én, avokádót és az ilyen dolgok, azok már mesterséges helyzetet eredményeznek? Hát mindenképp olyan helyzetet eredményeztek, ami fenntarthatatlan. Tehát pont emiatt a negatív energiaszaldó miatt minden társadalom halálra van ítélve, aki nem tud pozitív energiamérleget felmutatni. Van olyan, amelyik tud? Hát globálisan még ez a globális társadalom felmutatja, tehát pozitív, csak ugye ez a pozitív energiamérlegünk, ez nem a saját magunk által kifejtett energiából történik, hanem a fosszilis energiahordozók, mint energiakonzervek a Földben, belettek tárolva évmilliókkal ezelőtt, és most ezt éljük fel. Abban a pillanatban feléltük, akkor egyből szembesülni fogunk ezzel a fenntarthatatlansággal, hogy az ember saját magának már nem tudja megtermelni az élelmiszert sem. Hogy látja az élelmiszer kihívásokat a következő évtizedekben? Ugye most inkább bőséget érzékelünk a felszínen, hát azért a kukák tele vannak élelmiszerre. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy akár Európát is elérheti az élelmiszerválság egy-két évtizeden belül, és elképzelhetőnek tartja akár az éhezést is? Én nem gondolom, hogy élelmiszerbőség van. Értem a 30% pazarlást, csak hogy valahol ez a pazarlás is a kialakult láncnak a következménye. Tehát minden, ugye megint energetika, mindenfajta átalakulás és folyamat mentén veszteségek keletkeznek ilyen-olyan formában. Tehát amikor elindítják a banánt valahonnan nagyon távolra, pontosan tudják, hogy nem az összes banán fog ide elérkezni, és amikor kihelyezik az üzletekbe, akkor pontosan meg van tervezve, hogy még néhány napig lesz jó éppen az a banán, és ha nem viszik el az összeset, egy részét, azt kénytelen és a szemétbe fog landolni. Tehát valahol ez a pazarlás, ha úgy tetszik, a selejt, a hulladék, az része a rendszernek. Gondoljunk bele, hogy ha megszüntetnénk az összes selejt gyártást mindenféle fronton, nem csak az élelmiszer fronton, akkor mondjuk mi lenne azokkal az emberekkel, akik ma a hulladék gazdálkodás területén dolgoznak. Tehát az is része a rendszernek. Tehát kialakult egy ökoszisztéma, most
ott egy termelési szisztéma, egy rendszer, egy összefüggő rendszer a világon. Én ezt globális ipari civilizációként szoktam emlegetni. Minden mindennel összefügg, és nagyon nehéz egy részét átalakítani úgy, hogy annak ne lenne kihatása az összes többi részére. Akkor ez olyan, mint egy nagy hajó, amit így, hogyha hirtelen rántanak egyet, akkor neki megy a jéghegynek? Hát azt gondolom, ez egy jó hasonlat, és nagyon meg kéne fordítani, mert a jéghegy közeledik. És de meg lehet? Vagy mindenhol jéghegyek vannak, és valójában... Én nem tudok erre válaszolni, hogy meg lehet-e. Én azt tudom mondani, hogy mivel látjuk, hogyha neki megyünk a jéghegynek, akkor körülbelül az lesz a sorsunk, mint a Titanicnak, ezért meg kell próbálnunk mindent megfordítani. És éppen ez hiányzik. Tehát azért születnek ilyen cikkek, vagy azért tartunk konferenciát, vagy azért próbálunk nyíltan beszélni ezek a problémákról, hogy mindenki megértse, hogy csak akkor van esélyünk, ha van egy nagyon komoly változás. De az emberek még odáig se jutottak el tudatállapotba, hogy ekkora nagy a veszély, amekkora valójában. Ugyanakkor ugye sokszor azt mondják, és ha jól értem, ön is inkább azok közé tartozik, akik azt mondják, hogy az összeomlás szinte elkerülhetetlen, ezért inkább lelkileg fel kell készülni a mély alkalmazkodásra, illetve tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy bizonyos dolgok elkerülhetetlenek, ha jól értem. Igen, ha most visszaugrok oda, amivel kezdtem, hogy háromféle utat látok, de a harmadiknak is összeomlás a vége. Tehát amikor mi szándékosan, jelentősen csökkentjük azt a komplexitást, amiben élünk, és azt a fogyasztást, amit végrehajtunk. Nyilván itt alapvetően a nyugati civilizációról beszélünk, mert azért sok szegmense van a világnak, aki nem igazán tud mit elhagyni a saját fogyasztásából, hiszen ma is csak egyik napra a másikra élte. Hogyha képesek lennénk ezt megcsinálni, az is összeomlás lenne. Tehát az is egy jelentős lemondás, mert minden összeomlás, ami nem előrefele és a fejlődés irányába megy, hanem egy relatíve gyors kontrakciót jelent. Tehát összeomlás ne úgy képzeljük el, hogy hónaptól összedől a világ, hanem az az összeomlás, hogy egy viszonylag rövid időtávon, értsük évtizedeket ez alatt, nagyon jelentőset kéne csökkentenünk az élet színvonalunkon, a fogyasztásunkon, az erőforrásoknak a felhasználásán, stb. Az is összeomlás. Tehát ha így nézzük, akkor azt mondom, hogy az összeomlás elkerülhetetlen. Csak hogy vagy irányított, így, vagy egy vagy igen, szakadó. Igen, hát az irányítottnak sajnos elég kevés az esélye, hiszen az emberiség töredéke az, aki egyáltalán hajlandó elfogadni a problémát. Bár azért, hogy említsem meg, hogy éppen a múlt héten volt egy konferencia az Európai Parlamentben, Beyond Growth címmel, és erről beszéltek ugye parlamenti képviselők, szakemberek, hogy hogyan lehet ebből a növekedési paradigmából valamilyen más irányba fordítani a szekeret. Tehát, hogy van azért erről beszélgetés, csak nem az a komolyság, és nem az a sürgősségi érzéssel van, vagy indítatás, amivel valójában kéne lenni. Hiszen az erőforrások, ha innen nézem, mondjuk az a verzió, hogy megyünk neki a falnak, és gyorsítunk, és mondjuk évi 2-3%-kal szeretnénk növelni a globális gazdaságot, hiszen ezek a körülbelül irányszámok, amiről beszélnek, egy 3%-os növekedés, az azt jelenti, hogy a következő 23 évben meg kéne duplázni azokat a nyersanyag felhasználásokat, vagy összesen, amit idáig az ipari civilizáció teljes történetében volt. Tehát értsük azt, ennyi, ugyanannyi olajat kéne és fosszilis energiahordozót elhasználni, mint amit elhasználtunk az elmúlt 150-200 évben. Ez lehetetlen évben. Egyébként? Ez lehetetlennek. Nincs olyan rejtett erőforrások, vagy olyan technikák, amivel még jobban ki lehet, vagy... Hát azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk a mai fejlődtségről is, és nem kell ez mesterséges intelligencia, hogy például a geológia az igen fejlett. Tehát, hogy nagyon alaposan föl van tárva ez a föld. Nagyon. Hát műholdak vesznek minket körül, nem csak, hogy ugye egy gyűszűt is meglátnak onnan fentről, hanem mélybe képesek nézni. Tehát én azt gondolom, hogy azt, hogy milyen készletek és hol vannak, azt elég jól felmértük. Az igaz, hogy bizonyos készletek egyébként most tárulnak fel elénk, mert ahogy az északi, tehát a sarkkörű vidékeken, ahogy elolvad mondjuk majd a permafrost területek, akkor hozzáférhetünk esetleg olyan még ismert, de idáig feltárhatatlan készletekhez, csak hát akkor ez a
akkor hogy mondjam, akkor megint saját magunkba lövünk. Tehát ha azt elfogyasztjuk azért, mert ott még van, akkor... De ez mindenhogyan egy zsákutca, hát energiahordozó nélkül nincs energia, vagy hát nyilván van az embernek a saját ereje, bár arról is talán egy külön adás lehetne csinálni, hogy milyen állapotban van maga az ember. Így van. Ami még gondolkodtam, az, hogy nagyon sokszor azt is megkapjuk, a korábbi interjúknál is olvastam kommentekben, hogy azért beszélünk erről, mert valami társadalom változtatási szándékunk van, így akarjuk érzékenyíteni az embereket a globális világkormányra, mert hogyha van egy vezetője a világnak, akkor esetleg ezeket a kérdéseket szabályozni lehet, vagy így akarjuk az embereket arra érzékenyíteni, hogy itt a népességnek a csökkentését mindenképpen el kell érni. Azért, ha jól értem, a mi alkalmazkodás program nem erről szól, de például az egy érdekes kérdés számomra is, hogy mi van akkor, hogyha majd a 24. óra előtt 3 másodperccel rájön a világ, hogy itt tényleg minden összedőlőben van, hogy arra lát esélyt, hogy tényleg mondjuk összefognak a politikai vezetők, nemzetek, és létrehoznak valami olyan programot ott az utolsó pillanatban, hogy mentsék a kárt? Nagyon kevés esélyt látok, mert ez is a realitáshoz tartozik. De még egyszer, ez az egyetlen esélyünk. Tehát róka fogta csuka, nem tudom én. Tehát igen, nagyon kevés esélyt látok, ezért került ilyen cím is arra a bizonyos interjúra, meg nem tudom én. Tehát, hogy nagyon nehéz, de mégis nincs más esélyünk. De ez sem valósítható meg, hogyha nincs rá igény. De, tehát megvalósíthatatlan politikailag, hogyha az emberek nem látják be, hogy bizony ekkora veszély. Ráadásul úgy tűnik most, mintha a politikusok azért tényleg választást szeretnének nyerni, és nem a földet, meg a nemzetüket megmenteni. Hát abszolút, de ez is a rendszer része, tehát ez is a realitások része. Nagyon sok realitás van, amivel meg kell barátkoznunk, így van. Csak valami fenekestől felfordított új rendszerben lehetne másképp gondolkodva más csinálni. Mert ami nekem viszont talán egy kis reményt ad, de csak ilyen nagyon aprót, hogy azért a társadalmaknak az alkalmazkodó képessége az egész jó. Hogy ott volt a koronavírus járvány, most azt hagyjuk, hogy ott hogyan kezelték meg minden, de hogy azért azt láttuk, hogy nagyon fegyelmezett volt a társadalom, még abban az esetben is, ha egyébként otthon morogtunk, hogy milyen hülye szabályokat akarnak éppen ránk kényszeríteni. Nem is biztos, hogy volt értelme, én ezt tudom, de hogy mégis, hogy ott úgy mozgott a test. Most az orosz-ukrán háborúnál is azt látjuk, hogy például azért számos ország az energia függőségét ténylegesen csökkentette Oroszországtól. Tehát mintha ilyen apróbb területeken tudnának alkalmazkodni. Az, amiről önök beszélnek, az más lesz? Hát általában szeretünk csak globális folyamatokról beszélni, mert a lokálisabbnak tekinthető folyamatok azoknak mindig van aktuál politikai összefüggése, meg számos olyan lokális összetevője, amit adott esetben nem is ismerhetünk. Visszatérve a koronavírusra, igen, az emberek féltek, majd kevésbé féltek, majd elkezdtek háborogni, hőbörögni. Nem tudom, hogy még egy évet kibírt volna így ez a rendszer. Tehát azt látjuk, hogy ahogy véget értek a megszorítások, vagy a korlátozások, ugye is egy jelentős gazdasági visszaesés, jelentőset, 7%, hogy mennyit esett vissza a globális gazdaság, és már az komoly károkat jelentett nagyon sok iparágban. Viszont a környezetnek jót tett egyébként? A környezetnek átmenetileg jót tett egyébként, lehetett, tehát az üvegházgáz kibocsátásban azt észre lehetett venni. Mondjuk sajnos negatív módon, de gondolom Gerencsér professzor úr erről is beszélt, hogy a fosszilis eredetű energiafelhasználásnak kettős hatása van. Egyrészt maga az üvegházgáz kibocsátás és koncentrációjának növekedése a levegőben, de másrészt egy olyan részecske kijutás a levegőbe, ami időleges, néhány napig tartózkodik, nehéz részecskék, mondjuk emiatt vannak például részecskeszűrők az autóban, stb., hogy ez ne legyen, mert ennek egészségromboló hatása van egyfelől, másfelől a magas légkörbe jutva ott egy árnyékoló hatást és egy hűtőhatást fejt ki. Na most ezt a hűtőhatást, ezt például érzékelni lehetett a COVID ide alatt, hogy csökkent a hűtőhatás Kína felett. Tehát, hogy ott egy jelentős ipari tevékenység csökkenés volt, és hát néhány nap alatt észre lehet venni, hogy
lebegnek ezek a nehéz részecskék, és akkor egy picit a hűtés megjött, kvázi felgyorsult a felmelegedés, tehát ez is egy része ennek a rókafogta csuka esetnek. Szóval hogy nem gondolom, hogy hosszabb távon is menedzselhetett volna ezt az összehúzódást, amit kikényszerített a COVID, mert az emberek elégedetlenek voltak az életükkel, és a következmény pedig az lett, hogy amint véget értek a megszorítások, egyben mindenki utazni akart, és mindent elköltött, amit nem költött el a COVID ideje alatt. Tehát, hogy nem az lett a tanulság, hogy ja, így is lehet élni, vagy így is jobb bizonyos helyeken, igen, munkavégzés például, távmunka azért ott maradt nagyon sok helyen, de mégis az emberek menni akarnak, fogyasztani akarnak, utazni akarnak, nem tudom én, tehát hogy ez nem a belátás hozta az eredményeket, ha volt bármi is eredmény, hanem a kényszer, és a ráhatás, és a szabályok. Nyilván most itt a beszélgetésünk során ilyen részeket említettünk abból, hogy milyen jövő várható, de egy kicsit megfordítanám, hogy az ember szempontjából, hogy ön például hogyan készül a következő évtizedekre, illetve mit tanácsol azoknak, akik most hallgatnak minket, és azt mondják, hogy hát valamit tenni kéne, csak éppen nem tudják, hogy mit. Ugye ilyenkor most mondhatnánk, hogy gyűjtsük szelektíven a hulladékot, vagy költözzünk vidékre, vagy, de hogy mi ön szerint a megoldás? A megoldás, mint kifejezés, az ugye nem nagyon szerepel a szótárunkban, mert egyrészt is nem tudjuk. Azt se tudom, hogy mit jelent az. Tehát mit... A túlélés az a megoldás? Hát azon, hogy egyénileg lehet küzdeni a túlélésért, nyilván kell is. Az ember túlélési ösztön eléggé hatalmas. Ha ezen a szinten maradunk, akkor persze csomó minden jön a készülés kapcsán, a prepperségtől kezdve a lelki felkészülésen át, hiszen ez a lelkiről csak annyit, hogy Stockdale paradoxonnak hívják, Stockdale tábornok számolt be, azt hiszem, hogy Vietnámban volt. Azt, hogy nem azok éltek túl, akik reménykedtek, hogy majd lesz megoldás, majd kiszabadulnak, mert sajnos azok a reményeikben állandóan csalatkoztak, mert majd jövő karácsonyra otthon leszünk, nem lettek. Ja, majd jövő karácsonyra, és egy idő után kiveszett belőlük a remény. Azok éltek túl, akik nem foglalkoztak a hosszú távra, egyik napról a másikra próbálták menedzselni. Ez a függőségkezelés, hogy mindig az adott napot kell. Igen, mindig azt kell. Tehát ilyen szempontból az, hogy mentálisan készüljünk arra, hogy bizony rosszabb lesz. Ez tény? Én azt gondolom, igen. Tehát nehéz ezt kimondani, és nyilván az a kérdés, akkor mikor lesz rosszabb, és mennyivel lesz rosszabb, és nem tudom, egy csomó ilyen praktikus, ez meg nyilván függ attól, hogy ki vagyok, mi vagyok, milyen tartalékaim vannak most, anyagiak, lelkiek, nem tudom én, kapcsolati tartalékaim, milyen közösségben tudok megmaradni, hát nagyon sok összetevője van ugye az ember életének. Én ennek nem vagyok így szakértő, és nem is szeretnék ebbe például komolyan. Számít, hogy kinek mennyi pénze van? Vagy lesz egy pont, amikor nem az számít, hogy... Hát nem azt gondolom, hogy az a fontos, hogy mennyi pénze van, az a fontos, hogy milyen erőforrásokra váltja át a pénzt. Hiszen a pénz csak időkérdése, és elértéktelenedik. Mit jelent a pénz? Hát jelent valami papírt, vagy jelent néhány digitet valamilyen banknak a rendszerébe, ezek a dolgok, ezek szükségszerűen el fognak tűnni, csak idő kérdése. Nem tudom mikor, 10 év, 20 év, 30 év, nagyon sokkal többet nem mernék itt mondani, pont azért, mert ez a növekedés fenntarthatatlan, és maga a pénzügyi rendszer is a növekedésre épül, hiszen a hiteleket csak a növekedés tudja visszafizetni. Akkor azt például javasolja, hogy ha van egy fiatal házaspár, akkor vegyenek vidéken termőföldet, vagy ezek például segíthetik azt, hogy legyen élelmük, tudjanak termelni. Nyilván termelni az élelmezés a legelső kérdés, amit meg kell oldani, akkor, hogyha becsuk a Tesco, vagy a bármelyik élelmiszerlánc, akkor hogyan tudom megoldani az étkezésemet, és nem csak úgy tudhatom megoldani, hogy én magam megtermelem, mert azért az biztos, hogy nehéz. Tehát aki ezt megpróbált, ezt az utat, hogy a városból ismeretek, tapasztalat és eszköz hiány, kiment vidékre, és ott megpróbálta saját magának megtermelni, nagyon sok kudarcos történet van, de hát a természet tele van egyébként fogyasztható dolgokkal.
növényekkel is. Csak tudni kell, hogy mit lehet megenni, és mit nem lehet megenni. Ugye, melyik gomba mérgező, és melyik gomba ehető, melyik növényt tudok, vagy hogyan tudok megcsapolni egy fát például. Néhány fát meg lehet úgy csapolni, hogy ivóvízhez tudok jutni. Vagy egyáltalán hogyan jutok hozzá egy adott szituációban iható vízhez. Tehát ezek olyan tudások, amelyeket ma meg lehet szerezni. Addig lehet megszerezni, hogy egyébként működik az informatika, és ott van a Google, és az összes kereső, és nagyon sok információ fönt van. De ez idő, macera, erre bizony áldozni kell erőforrásokat. Na, idáig kéne eljutni embereknek, hogy ezt komolyan vegyék, és elkezdjenek vele foglalkozni. Nagyon érdekes, amit mond, mert ilyen éhezők viadala hangulatom kezd kialakulni, és most annyira nehéz ezt elképzelni, hogy én ide jöttem az elektromos rolleremmel, beültünk egy helyre, ahol van légkondi, lámpák égnek, kamerákkal veszünk fel, azt kirakjuk az internetre, megnézik otthon kényelemből, és tényleg nehéz elhinni azt, hogy pár évtized múlva esetleg rosszabb lesz, mert eddig ráadásul mindig olyan volt, mintha a tudománynak, meg a technológiának köszönhetően mindig egyre jobb lett volna. Hát maga az éghajlatváltozás és a klímaváltozással kapcsolatos aktív cselekvések nagyjából a 70-es években vezethettek volna még garantáltan a megoldás irányába. És a 70-es évek óta beszélünk erről a problémáról, és nem történt semmilyen előrelépés, sőt a helyzet romlott. Igen, csak ugye én ezt hallom az idősebb generációtól, hogy hát a 70-es évek óta mondják, hogy mind meghalunk a 2000-es évekre, és hogy addigra a globális felmelegelés eltüntet minket, és lám-lám eddig is túléltük, biztos ezután is túl fogják, és ez az egész, ez csak politika, meg a zöld politikusok így ezzel szereznek hasznot. Azért ezt is lehet hallani. Lehet hallani, de éppen ezért mondjuk tartottunk éppen nem régében egy konferenciát, mert sajnos nem tudom elmondani itt meggyőző módon, biztosan nem, egy ilyen párbeszédben, hogy mik azok a tények, ami ismeretében bárki eljuthat ezekre a következtetésekre. Tehát ez nem annyira, hogy mondjam, magas tudomány ez. Ez nem űrtudomány és atomtudomány. Itt trendekről beszélünk, jól látható folyamatokról beszélünk, alapvető összefüggésekről beszélünk. Viszonylag sok van belőlük, vagy azt mondom, hogy sokféle dologról beszélünk, és manapság egy nagy probléma, hogy általában az emberek specializálódnak. Ugye valami szakmát tanul, és ott próbál a legjobb lenni. Ezek a folyamatoknak a megértéséhez viszont minden területről kellene rendelkezni valamilyen fajta ismerete. Hiszen komplex a rendszer. De hogyha valaki képes belemerülni, és nem a nagyon mélyre kell, hanem a nagyon sokféle tudást minimális szinten megérteni, akkor össze tudja rakni ezt a képet, amiről beszélünk. És azért említettem a globális felmelegedést, mert hiszen arról beszéltünk most már több mint 50 éve, és nem történt semmi, és lehet, hogy az utóbbi 50 évben még nem következett be, de azt gondolom, hogy napjainkban most már látszanak a trendek, és most már az látszik, hogy ez egy gyorsuló trend. Ugye csak magáról a gyorsulásról is annyit, hogy ami nem lineáris, azt elég nehezen vetíti előre az ember. Hiszen egy lineáris világból jövünk, vagy legalábbis annak véltük, és az összes tapasztalatunk valahol lineáris és lokális volt, legalábbis azok a mély tapasztalatok, amik az évtizedek alatt épültek be, ugye az ember tudatába és ösztönösként működik. Na most egy gyorsulás, egy exponálisan növekvő trend, az úgy van, hogy az akkor is exponenciális, amikor azt mondom, mondjuk kezdjük 1 milliméterről, és 1 milliméterről 2 milliméter, 2-ről 4, 4-ről 8, 8-ról 16, és még mind nem érdekel, mert nem látom meg csak az 1 métert. Igen, de amikor 10 centi lesz, akkor onnan még két ilyen duplázódás, és akkor már 80 centi, nem tudom, és ez pillanatok alatt már el is hagyott bennünket. Szóval, hogy ezek a folyamatok, ezek régóta zajlanak, és már azóta lehet látni, hogy ezek a trendek körülbelül mostanság fognak elvezetni oda, ahova nagyjából most már is vezetnek. Nem olyan nagy tudomány ez. Tehát, hogy nem olyan mély tudomány ez. Csak logikusan és elfogadólag kellene, tehát hogy mondjam, nem beletörődve, hanem elfogadó bizonyos trendeket meglátni, hogy merre fele tartunk.
Akkor utolsó utáni kérdés, hogy említette a beszélgetés egy pontján a globális ipari civilizációt. Ha az összeomlás megvalósul, akkor az kijelenthető, hogy az már egy másik civilizáció lesz? Hát a globalitás szerintem nagyon erősen veszélyben van. Tehát ma a globalitás ugye mit jelent? Homokot szállítanak teherhajók iszonyatos környezeti lábnyommal. Na most, ha ezt nem lehet megcsinálni, mert nagyon hatékonytalan minden energetikailag, környezetrombolásilag, és nem csinálják meg, akkor bizony ott, ahol nincs homok, nem is lesz homok. Tehát, hogy más-más típusú feltételek fognak kirajzolódni különböző régiókban, de a globalitás az egyik olyan tényező, tehát ezek a nagyon komplex ellátási és termelési láncok, amik a legnagyobb veszélyben vannak, politikailag is és hatalmilag is veszélyben vannak, hiszen most a globalitás megyünk ugye a nacionalizálódás irányába, ugye, hogy akkor nekünk legyen jó, vagy kicsit zárjuk a kapukat, már ez is veszélyezteti, de ez inkább ez egy következménye annak, hogy fenntarthatatlanok ezek a nagy termelési rendszerek, nagyon veszélyesek is, már hogy sérülékenyek, tehát bármi apró hiba bárhol történik, egy cunami, egy gyárat elsöpör, és akkor kiderül, hogy amit ott gyártanak, az nem tudom, egy komplet iparágakat legalábbis állít meg egy időre, mert hiányzik egy alkatrész. Tehát amikor egy hajó keresztbe fordult, az volt hát egy csatornára. Például, igen, tehát sok ilyen apróság. Tehát azt gondolom, hogy a globalitás az nagyon veszélyben van. Az iparisága ennek a civilizációnak az is veszélyben van az erőforrások okán. Tehát a minél iparibb egy civilizáció, annál energiaigényesebb, annál inkább ki van szolgáltatva. Hát jelen pillanatban a fosszilis energiahordozóknak, és erről gondolom már volt szó ebben a műsorban is, meg egyébként egyre többet lehet olvasni, hogy a megújulókra való átállás ezen a szinten nem fog menni. Tehát jelen pillanatban 19 terawattnyi teljesítmény, amivel üzemel ez a globális ipari civilizáció a világon, megújulókra való átállás ennek csak a töredékét fogja tudni hozni. És ez megint matek és számolás. Nincs ennek anyagfedezete, és az átállásnak az energiafedezete sincs meg. Ezt nem szívesen ismeri el senki, mert akkor itt is megdől egyfajta mitosz, hogy akkor lehet zöld módon átállni, és mindent folytatni ugyanúgy, ahogy most. De ha ezt folytatnánk, akkor tovább zsákmányolnánk ki a természetet, és tovább pusztítanánk magunk körül a világot. Ez nem fog menni. Szóval én mind a globalitást, mind pedig az ipariságot, a technológia orientáltságot veszélybe látom, így évtizedes távlatokban, és hogy a civilizáltságunk mennyire őrződik meg, tehát mennyire vagyunk képesek társadalomban. Lesz olyan internet például? Hát, nem kell ahhoz internet. A modern életformák? Vagy... Nem kell internet sem. Persze, lesz-e internet, lesz-e bármi, de ugye a közösségek és közösségek halmaza azért korábbi, hogy mondjam, korokban is össze tudott rakni egy komplett társadalmat. Tehát, hogy mi tart össze társadalmakat lokálisan, na ezen lehetne itt gondolkodni, hogy mi fog összetartani ezután, mert mindig a visszalépés a nagy probléma. Ugye valamit elértünk, és akkor onnan elképzelni, hogy jó, de ha ez sincs, meg az sincs, akkor vajon ugyanazok vagyunk még mindig? Pedig emberek vagyunk, lelkünk van, gondolataink vannak, érzelmeink vannak, ezek egyike sem függvénye a fosszilis energiahordozóknak, hogy csak mondjak valamit, egy példát. Sokkal inkább függvénye a kapcsolatoknak, a kapcsolatok minőségének. Ott viszont ma van mit fejlődni, hiszen pont ez az ipari társadalom, ez húzta szét az embereket, és individualizálta, és szedte ki őket a közösségből. Ez a mai végszó. Szalóczi Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.